A Dombovári Zenész Egyesület térzenéi alapozta meg a hangulatot a helytörténeti gyűjtemény előkertjében, majd Müller Ádám, a Dombovári Kulturális Szolgáltató Központ vezetője nyitotta meg a Múzeumok Éjszakája idei programját. 11 helyszín csatlakozott az idén Dombováron a Múzeumok Éjszakájához. Ez azért nagy dolog, mert az eddigi rekordunk, bár nem célunk, hogy rekordokat állítsunk fel, az 10 helyszín volt. Az idei 11. helyszín Dombovár Szőlőhegyen az Alkotóház. Ez azért nagy öröm a számunkra, mert Dombovár Szőlőhely tudott csatlakozni, mint a Dombovárhoz csatlakozó terület, vagy tartozó terület. És jövőre, ahogy itt a megnyitón is mondtam, vagy a bevezetőben mondtam, úgy tűnik, hogy már 12 helyszín is lesz. Mindenki nyilván különböző programokkal készült, lesznek koncertek, kiállítások vannak, új kiállítások is van olyan helyszín, ahol kettő kiállítás is van, kézműves foglalkozások, itt nálunk hátul árusok, lehet fafaragással foglalkozni, Papné Farkas Gabriella várja a Művődési Házba a tevékenykedő gyerekeket, Katati Zsuzsával a mandala festészetet lehet kipróbálni, lenne a prezidiumban, folyamatosan árulják a termékeiket, ott is lesz koncert, és ami fontos, hogy úgy állítottuk össze a programsorozatot mindegyik szervezővel, hogy az egyik helyszínről kényelmesen át lehessen érni. Ismét útnak indult a városnéző kisvonat a különböző helyszínek között, így az érdeklődők Dombovár látványosságait is megtekinthették, miközben ellátogattak a civil szervezetek programjaira. Az idén újra van kisvonat, aminek nagyon örülünk, mert aki esetleg lustább vagy kicsit város szeretne nézni, az felülhet rá. 18 órakor indult az első járat, mindegyik helyszínen megjárt, tehát ahogy éjfélig mondjuk, ha nyitva leszünk, akkor 4 kört fog menni, nagyjából 1 óra 20 perc a menetideje, tehát oda is várjuk az érdeklődőket. A múzeumban Tilinger Sándor vezetésével az érdeklődők megismerhették a manuális technikával előhívott fekete-fehér kép készítésének a folyamatát. A nagyítógépet, az előhívó tálakat és végül a fénykép cárítását is. De emellett lesz olyan is, hogy negatívot is fogunk tudni előhívni, ennek is megvannak a berendezései, hisz most én ott kint egy analóg filmes géppel fotózom, és majd azt is itt fogjuk előhívni, úgyhogy hát remélem lettnek rá érdeklődők. A Pátria nyomdateremben Erki Nagy Tibor várta látogatókat. Az első Múzeumok Éjszakájától itt vagyunk. Ez a nyomda, ez 2002-ben jött itt létre, azt megelőzően is volt, hát egy másik helyszínen, de miután itt a hajlékot kaptunk, így akkor magától értetődő, hogy a naprendezvényeiben mi részt veszünk. És hát más nem tudtunk azért kitalálni, hogy azért egy kis ajándékot mindenki tudjon magával hazavinni, hogy a legkülönbözőbb kis nyomtatványokat találtuk ki. Volt, hogy a Nemzeti Dalt kapták ajándékba, volt, hogy egy másik verset, volt, hogy mint például jelenleg egy ilyen kis betűmintát a jelenleg rendelkezésre álló betűinkből, és hát akkor ezt most hazaviszik, elteszik, vagy nem teszik el teljesen, mindegy, de üres kézzel senki nem megy el. Hogy ebben a kis szedőteremben, mini szedőteremben gyakorlatilag minden olyan anyag, ami egykor bármelyik nyomdában felelhető volt, minden itt van. Ha csak egy ennyi, de akkor is. Tehát egy öreg szaki ide bejön, mindent meg fog találni, amivel annak idején dolgozott. Ez mondjuk az egyik büszkesége ennek a nyomdának, de ezt csak a szakmabeliek tudják jól értékelni. A múzeum udvarában Bocz János népi iparművész a fafaragás technikáját mutatta be a mesterség iránt érdeklődőknek. Most faragó bemutatót kellene tartanom, és a faragó bemutatóra gondoltam azt, hogy faraghatok én egy ilyen fadarabba is fejet, vagy egy ilyen picikébe, vagy akár ólomberakásos papírvágó kést, mert ez fémből van berakva a mentéje, vagy ugyanaz a hölgyalak, ami megjelenik hengeres formában, megjelenhet papírvágó késbe is. Ilyen kidőlt fa darabokat, tehát példaképpen hoztam egyet. Ez is egy fa. Egy fának a tuskója volt, tehát a tuskó része, arra fönnőtt a fa, kiszáradt, kidőlt, így kerültek ezek is. Ezek fáknak a gyökerei, tuskójai. Beteg Árpád, beteg búzát, közepében csipke rózsát. Ihaj, beteg Árpád, beteg búzát, közepében csipke rózsát.
A dombovári Székelykör dalkörének tagjai is csatlakoztak a programokhoz. Első alkalommal csatlakoztunk a Múzeumok Éjszakája rendezvényhez, meghívtak bennünket, nagyon örültünk a meghívásnak, és nagy szeretettel jöttünk, elfogadtuk a meghívást, és itt van a Székelykör a dalkörnek a javarésze, nem mindenki tud itt lenni. Kis vörösborral, zsíros kenyérrel és szép székely nótákkal ünnepeljük ezt a rendezvényt. A Szuhaj Sportcentrumban berendezett sportemlékhely Dombovár és környékének sportéletét mutatta be. A labdarúgáshoz és a kosárlabdához kapcsolódó tárgyakkal, eszközökkel. A vasútállomással szemben lévő bunker idén is megnyitotta kapuit, a légószobában berendezett tárlatot a Viharmadár Önkéntes Egyesület mutatta be a közönségnek. A kiállításban különböző közlekedés történeti kiállítások láthatóak, illetve ahol most vagyunk jelen helyiségben, ez egy légó bemutatóterem. A Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület 4 éve csatlakozott ehhez a programsorozathoz, azóta minden évben tartunk mi is itt tárlatvezetést a látogatóknak. Nagyon fontos kiemelni, hogy évről évre egyre több dombovári és környékbeli is látogatja meg, nem csak a Múzeumok Éjszakája többi programelemét, hanem magát a bunkert is. A szervezők idén is már a hagyománnyá vált pecsételéssel motiválták a kultúra iránt érdeklődőket. Aki a 11-ből legalább 8 helyszínt felkeresett és pecsétet kért, az ajándékcsomag sorsoláson vehetett részt.